Sziasztok! Ma egy olyan videót szeretnénk nektek bemutatni, amit szerintem még ilyen módon nem csináltam egyet sem. Viszont az elmúlt pár hétben olyan sokan kerestek meg ezzel az üzlettel kapcsolatban, hogy és nem is az üzlet miatt, hanem a félreértések, vagy az olyan elvárások, vagy téves információk miatt éreztem úgy, hogy meg kellene ezt a videót csinálnom, és nem is feltétlenül magával az üzlettel, vagy az üzletre kitérve akarok információkat megosztani, hanem az, hogy egy Matrix program, vagy a Matrix programok általában hogyan működnek. Csináltam már ehhez hasonló videót, de itt az úriember, akinek a videóját elküldték nekem, hogy nézzem meg, mert ez egy fantasztikus Matrix, ami nem tud leállni gyakorlatilag, és hát ezzel felkeltette a figyelmemet, hiszen az elmúlt 14 évben jó pár Matrixot láttam életemben, de még egyetlen egyel sem találkoztam, ami ne állt volna le, aminek csak az volt az üzlete benne, hogy újabb pozíciók vannak létrehozva, és akkor ez alapján kerültek kifizetésre bizonyos összegek. És hát felkeltett a kíváncsiságot, hogy na, feltalálta valaki a spanyol viaszt. Aztán persze nem, de szeretném, hogyha kicsit részletesebben átbeszélnénk azt, hogy hogyan, mi is az a Matrix, hogyan működik, ki mikor, hogyan kap belőle pénzt. És egy jó példa erre ez a BS Lifestyle, ez a P-t, ezt nem tudom, miért raktam ide, Styler akart ez lenni, csak amit sikerült elcsesznem. És kíváncsi voltam, hogy mi az a koncepció, ami alapján ez többet tud, mint a többi ilyen Matrix-jellegű üzlet. Megmondom őszintén, hogy eléggé kétkedve fogadtam az egészet, és amikor a nevét megláttam az üzletnek, hát a BS nem feltétlenül az jutott az eszembe, ami kellett volna. Az angol használ egy kifejezést, amit BS-sel rövidít, amit most nem mondok el. De a lényeg az, hogy gyakorlatilag egy kétszer kettes mátrixról van szó, ami ugye onnét felismerhető, hogy a kettő, az első kettő az azt jelenti, hogy hány darab pozíció nyitható direktben alattad, tehát ez a kettő. A második kettes pedig az, hogy hány mélységben történik a feltöltése ennek a pozíciónak, tehát kettő mélységben, tehát ez a kettő dolog az, ami fel kellene tudni tölteni lehetőség szerint. Tehát a szintek azok úgy vannak, hogy az első szinted az itt van, ez az első szinted, és itt van a második szinted. Aztán majd mondom, hogy miért csináltam még egy harmadik szintet is. Tehát alapesetben egy ilyen mátrixnál az első pozíció, amit te vagy gyakorlatilag, akkor kap fizetést, hogyha elkezdődött feltöltődni ez a második szintet, és alapesetben ugye úgy szokott lenni, hogy hogy a második szint, ahogy a pozíciók töltődnek, kapod a lóvét. Itt az első mátrixban $10 az, ami befizetésre kerül. Tehát ahhoz, hogy neked, tehát a Matrix oda, ahogyha az összes pozíciót, ott mind a hatot feltöltötte, akkor ugye a pay line-ban, ami ez a fizető szinteden, $40 az, amit generál ez a Matrix. És ebben az üzletben azt csinálja, hogy a $40-ból $30 azt mondja, hogy felhasznál arra, és egy újabb Matrixot nyit, ahol hasonlóan, mint ahogy itt van a téma, ugye itt a $30 lesz az első pozíció, ugyanúgy a P-line-ban, hogyha összejön
a dolog, akkor 30x4, tehát 120 dollár az, ami generálásra kerül. De itt nem az történik, hogy a 120 dollárt megkapod, hanem ugyanúgy, jobban egy kicsit máshogy, mint az első Matrix, az két pozíciót felhasznál arra, hogy létrehozza egy 60 dolláros Matrixot. Egy kifizetésre kerül, egy pedig felhasználják arra, hogy visszaforgassanak az előző Matrixba. Na most igazából ez a visszaforgatás az az, ami a nagy ötlet, hogy ezzel gyakorlatilag oldják meg azt, hogy végtelenítsék a Matrixokat, viszont ezzel nem végtelenítenék semmit, csak az adósságot, amit generál egy ilyen program, azt növelik. Mégpedig amolyan módon, hogy ugye ahhoz, hogy tehát hogyha nekem itt a pozíción beteljen, az ugye kell a 6 ember. Ahhoz, hogy az alattam levő két embernek is beteljen ugyanúgy a Matrixa, kell még hozzá pluszban 8 ember. Aztán, hogyha az alatta levő 4 embernek is beteljen, akkor pluszban még 16 ember. Aztán pluszban 32, 64, 128, 256 és így tovább. Gyakorlatilag így néz neki a dolog. És mi történik utána? Ugye akkor, amikor az első 6 ember betölti a pozíciót, a következő Matrixba, a 30 dolláros Matrixba bekerül az első pozíció. De az, hogy megtöltse az összes pozíciót, ugye még 14 embernek kell hozzájönnie, tehát itt ennek a három pozíciónak be kell telítődnie, hogy ugye a másik sorba kettő pozíció létrejöjjön pluszban. Aztán itt ugye 4 pozíció, 8, 16, 32, és így tovább jönnek létre, tehát ahhoz, hogy szépen töltődjenek a Matrixok, rengeteg pozíciónak kell lenni, és azzal, hogy mostan 2-3-4 pozíciót visszaforgat, vagy az első Matrixban, amit keresel, 10 dollárt, azt visszaforgatod, azzal csak 1-2-3 pozícióval csökkented ezeket a számokat, amik kellenek pluszba, ahhoz, hogy betöltődjenek a dolgok. Igazából nem csinálsz vele semmit, csak elodázod azt, ami elkerülhetetlen, ha nincsen olyan adóász a kezedbe, hogy nem csak a befizetések után kapod meg, vagy hát nem csak a befizetések szolgálják azt, hogy kifizessék a Matrixba berakott, vagy a Matrixok által generált adósságot. Azért adósság, mert ugye a rendszernek az adósság ez az egész, hogy te beraksz 10 dollárt, és ugye a végén azt szeretném, hogy minél több dollárt tudják kivenni, ugye alapesetben ugye 40 dollárt kellene tudod kivenni az első Matrixból, ahogy itt taglaltam, tehát 10 megy be, generál 40-et. De mivel az egész az úgy működik, hogy amit keresel pénz, annak a felét legalább arra használja, hogy a következő pozíciót megcsinálját, egyet kifizetésre felajánl neked, amit persze a csapatépítők arra ajánlnak, hogy forgass vissza a Matrixodba, egy pedig arra használódik, hogy automatikusan létrehozza neked az első vagy későbbi időszakokban a magasabb szinten levő Matrixokba. De a lényeg, mivel a termék az, ez az egész program az Oroszországban indult, állítólag 3 millió tagja van már Oroszországban, és valamiféle életmód, tanácsadásos, akármilyen videósorozat az, ami maga a termék, amivel elméletileg legalizálják azt az egészet, de hát oroszul van ezek a dolgok, és szerintem Magyarországon egyetlen egy ember, vagy Oroszországon kívül egyetlen egy ember sincs, aki azért rakná be ezt a 10 dollárt az üzletbe, hogy ő mindenképpen ezt az életmód tanácsadást szeretné bekebelezni, úgymond, és magáévá tenni. Én azt szoktam mondani, hogy ha egy Matrix programba, vagy akármilyen programba, vagy üzletbe belevágsz, előtte meg kell nézni, hogy mi a termék. Hogyha az a termék olyan, amiért te kifizetnéd azt a pénzt, amivel indíthatod az üzlet, anélkül, hogy
üzletet lehetne vele csinálni, tehát pénzt lehetne keresni vele, akkor az már egy jó indikáció, hogy jó a termék. Tehát mi lehet ez? Általában ugye azt szokták csinálni, hogy hirdetési krediteket szoktak adni, ezzel is csak legalizálják úgymond a piramis játékot, hiszen az oldalon valami kis ablakokban megjelenik, hogyha egy kicsit fejlettebb, akkor a belépő oldalra raknak ki egy hirdetést, és az azért valamelyest értéket képvisel, hiszen mindenki, amikor belép, akkor láthatja a hirdetésedet. De legtöbb esetben, amikor az irodádba belépsz, az irodá valamilyen részére elraktak egy pár soros kis hirdetési szöveget, amire nagyon kevesen kattintanak, értéke a nulla környéki, úgyhogy az nem. A másik meg ehhez hasonló ilyen oktatási dolgok, amiket általában ingyen és bérmentésre lehet tölteni az internetről. Hát ezek nem feltétlenül jó termékek. Mit tudom én, hogy olyan lenne, hogy lenne egy nem tudom, ilyen kupon gyűjtemény, hogy olyan oldalakra kapsz 10-20-30%-os kedvezményt, amit amúgy is használsz, vagy nem, mit tudom én. Olyan sok olyan üzletet nem láttam, ahol olyan termék van, amiért szívesen fizetne az ember. Azért egy-kettő azért akad. De a lényeg, hogy mindig kérdezd meg, hogy honnét jön a pénz. Nagyon egyszerű a matematika, hogy valamiben beleraknak 1000 dollárt, és az 1000 dolláron fölül csak abból jön a pénz, hogy az utána következők befizetnek, akkor az 1000 dollárt ugye először, mit tudom én, 10-20-30 vagy jelen esetben 100 ember között osztják el, érkezési sorrendben értelemszerűen, hogyha jön még 1000 dollár be, amit még 100 ember rakott be, akkor ugye azt ugyanúgy elosztják a 2000 dollárt a 200 ember között, de ugyanúgy érkezési sorrendben, hogy az érv, hogy aki később jön, az lemarad és valószínűleg bebukja a pénzét, az érvényes lehet. Általában még akkor is, hogyha ezekkel a klónozásnak hívják azt, amit automatikusan a rendszer visszafordít, valamennyi esélyed azért van arra, hogy valamennyi pénzt visszahozzál, de természetesen ilyenkor az emberben elindul a vezérhangja, és azt mondja, hogy hát igen, na, betelítődött a Matrixon, pedig nem hoztam egyetlen egy embert is, na, akkor visszaforgatok. Oké, tök jó, visszaforgasz. Lesz még egy pozíciód, ami ugyanúgy termeli, csak az első Matrix az 6 embernyi, vagy 6 pozíciónyi adósságot termel. 60 dollárnak kell utána még bejönni ahhoz, hogy a te Matrixot beteljen. És akkor ez csak a legelső Matrix, és 11 ilyen Matrix van. És gyakorlatilag erre akarok kiukadni, hogy tök jó az elmélet, részben megold valamilyen problémát, de mivel olyan terméke nincsen, amiért az ember csak úgy magában megvennék és raknának kívülről bele pénzt, egyébként nem is feltétlenül lehet vagy kell belerakni. Itt általában ugye az azért, hogy ez csak 10 dollár, meg 3 dollár az a mit tudom én, ilyen díj, amik a hostingra, meg egyéb dolgokra elmegy. Oké, de azt kell tudnod, hogy az a pénz, amit keresel, azoktól az emberektől jön, akik utána befizetnek. És ugye minél mélyebbre megy, minél több ember kerül be a rendszerbe, annál kevesebb az esélye azoknak az embereknek, akik utoljára jönnek, hogy bármit is megkapnak, és ezt mindenki magába döntse el, hogy etikailag az mennyire helytálló vagy helyénálló az, hogy ilyen üzletbe beszállsz. Van, akinek a 10 dollár, vagy az a 13 dollár is sok pénz jelent, és hogyha elveszíti, az nem igazán jó. És igen, igazatok van, a 14 évenben én is sok ilyen Matrix fogbanban vettem részt, igen, én is kerestem, de főként veszítettem ilyen Matrix programokkal, és igen, én sem az elején jöttem rá ezekre a dolgokra, és igen, már az utóbbi időben nem, több mint egy-két éve nem regisztrálok ilyen üzletekbe en módon, mert nem akarok úgy keresni, hogy tudom azt, hogy az elejétől kezdve az egész rendszer úgy van fölépítve,
hogy aki később jön, annak nem nagyon vagy nincs esélye arra, hogy a pénzét visszakapja, vagy valami profitot csináljon, és így nem akarok én pénzt keresni, hogy más megpóruljál miattam is, hiszen én is részt veszek ebben a dologban. Amúgy eléggé illegális az ilyen jellegű dolog, ahol termék nincsen, ott azért az eléggé törvénybe ütköző dolog. Jó, itt van valami orosz videósorozat, ami hát nem tudom, hogy ha esetleg bíróságra elé kerülne a dolog, az mennyire védhető lenne, hogy hát én pont azért regisztráltam ide, mert azokat a marha jó orosz videókat szeretném látni, de tök mindegy, ne maradjunk le ennél az egy üzletnél. Teljesen mindegy, a Matrix programoknak ez a hátulütője, hogy mindegyik az elején nagy lendülettel elindul, és hogyha nincsen normális termék, akkor az előbb-utóbb megáll is, és nem fog tovább menni. Jó, talán sikerült egy kicsit információt átadnom az irányába, hogy hogyan működnek a mátrixok. Próbáljátok meg a matekot is mögé rakni, és ne ragadjatok le arra, hogy azt mondják, hogy csak 6 ember kell, nem. Ahogy ugye új emberek jönnek be, ugye a 6 ember az csak az első pozícióhoz viszonyítva van. De nézd meg, hogy utána a következő szinten, aztán a következő szinten, és a következő szinten mennyi pozíció kell, amit be kell tölteni. Jó? Keressétek az, hogy honnét jön a pénz, keressétek az, hogy honnét jön az a pénz, ami nem a taguktól jön, és ami az adósságot, amit az egész generál, az hivatott kifizetni. Ha nincs ilyen, akkor szerintem kerüljétek el, de természetesen ez mindenkinek a saját döntése, hogy részt akar ilyenbe venni, vagy nem. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!